Sziasztok! A mai téma izommemória. Nemrégiben volt már erről szó, érintőlegesen, most egy picit jobban belemegyünk. Mi is ez az izommemória? Gyakorlatilag a többször ismételt, és itt a több az inkább ilyen 100 fölötti ismétlésre gondolok, tehát többször ismételt mozdulatok beleégnek az izomba, és amikor egyre többet csináljuk, annál dinamikusabban és gyorsabban tudjuk ezt összehozni. Illetve, ha nem is tudunk rá gyakorolni hirtelen, például a fegyverrántásnál, ha elég sokszor gyakoroltuk szárazon a fegyverrántást, akkor élesbe automatikussán fog válni gyakorlatilag, és pillanatok alatt föl tudjuk emelni a fegyvert a szemmagasságba, anélkül, hogy keresgetnénk, tehát gyakorlatilag ösztönösen történik a mozdulat. Mikor van ennek jelentősége? Igazából akkor, amikor valaki versenyez, és ugye rámozdog a célpontokra, és ráemeli a fegyverét, hogy ezt mindig gyorsabban meg tudja tenni, gyorsan a szem elé emeli, céloz és lő. Ugye ezekkel a beemelésekkel rengeteg időt el lehet veszteni, vagy lehet nyerni. Ennél azért drasztikusabb, amikor valaki éles helyzetben használ fegyvert. Ugye nagyon szép és jó, hogy begyakoroljuk, hogy nagyon frankon tudunk célba lőni, gyakorlatilag időkorlát nélkül, esetleg pici időkorláttal, de amikor élesben neki mennek valakinek, hát akkor a zapszem effektus gyakorlatilag mindenkinél befigyel, és nagyban fogja rontani a mozgáskoordinációt. Ha vannak beidegződött mozdulatok, akkor az agy ezt előszedi ezeket a mozdulatokat, és ezt fogja bekonvertálni magába az éles helyzetbe, tehát ösztönösen emeli az ember a fegyverét, illetve ösztönösen veszi elő a tokból. Nyilván, ha ez kellő darabszámban volt annó gyakorolva, akkor az izom, illetve az agy ezt megjegyzi, és visszahozza, amikor szükség van rá. Most egy olyan gyakorlatot fogok bemutatni, ami nem időre megy, egyszerűen szembeállok 2 méterre, illetve 5 méterre egy IDPA alakkal, oldalról becsúsztatok 2 vétlent a mellkasán lévő nullázóna elé, hogy nagyjából azért be legyek korlátozva, és a fegyvert leengedem egészen a mell középig, illetve picit alá, és úgy fogom folyamatosan lőni a célpontot. Gyakorlatilag minden esélyt elzárva attól, hogy az irányzékot használni tudja. Ugye folyamatában fogom lőni, a tárcseréket beleteszem szándékosan, pontosan azért, hogy le kell emelni a fegyvert a pozícióból, újra tölteni és visszaemelni a pozícióba, annélkül, hogy az irányzó berendezést lehetne használni. Nézzük magát a gyakorlatot. Nos, szándékosan a 365-öt használtam, pontosan azért, mert rövid a csöve, és ezzel ugye még inkább nehézkesé válik ez a feladat. Tehát ha nincs jó beégetve az izommemóriába, akkor össze-vissza tud vele lövöltözni az ember, ugyanis 1/10 mm a csővégen elmozdulás, az már 2-5 méteren is elég komoly félrelövést eredményez. A lövések darabszámához képest azért mutatjuk, hogy viszonylag kevés ment ki az értékelt zónából. A sebesség is mondjuk úgy, hogy határeset, tehát nem volt eltökölve. Gyakorlatilag ez az, amikor az izom memóriát segítségül tudjuk hívni a begyakorolt mozdulatok után. Ez óriási segítség lehet egyébként annak, aki dolgozik fegyverrel, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy támadás esetén
egyszerűen minden összeesküszik az ember ellen. Kicsi az esélye annak egyébként, hogy egy közeli támadásnál ki tudja emelni a fegyvert nyújtott kézbe, úgy, ahogy begyakorolta. Tehát van, amikor, ha már eddig, mint a videó lehetett látni, eddig föl tudja emelni valaki a fegyvert egy éles helyzetben, már jó, mert ha teljesen kinyújtja, már lehet, hogy már nem lesz ideje elsütni, mert kiveszik a kezéből. Tehát gyakorlatilag egy csomó olyan problémát fölvet a támadás elhárítása, amivel egyébként sokan nem foglalkoznak. Amikor ezt a gyakorlatot valaki gyakorolja, akkor nyilvánvalóan egy bizonyos sebességet azért lőni kell. Nem teheti azt meg, hogy folyamatosan hol az irányzékra, hol a csőre, hol a célpontra figyel. Fölemeli a fegyvert abba a magasságba, abba a szögbe, ahogy ő jónak érzi, és bizony húzni kell. Nyilván a céltáblán, illetve a célponton látszik a becsapódás, ha esetleg picit utána kell igazítani, az még belefér, de nyilván ezek nem kicélzott lövések, ezek tempós lövések. Ha valaki ebbe gondolkozik, hogy ilyet gyakorol, én azt gondolom, hogy költséghatékony egyébként, ha nem rögtön ennyi lőszerrel fogja indítani, hanem elkezdi szárazolni. Ma már nagyon sok olyan segédeszközt lehet kapni egyébként, teljesen hivatalosan, például ezeket a lézertüskéket, amiket a csőbe behelyezve az elsütés pillanatában ugye fölvillan egy lézerfény, és nagyjából lehet látni, hogy hol lenne elvileg a lúg. Tehát ezek teljesen legálisan beszerezhető dolgok, nagyban megkönnyítik egyébként az ember életét, nem kell satszolgatnia, és mégis látja a becsapódást. Ráadásul ezzel otthon is lehet gyakorolni, és amikor azt gondolom, hogy egy ilyen 20-30 fegyver elővételből egy-kettő villantás ugye ezzel a lézerrel nincs a megfelelő ponton, az azt jelenti, hogy már azért elég komolyan összeszokott a delikvens a fegyverével. Én azt javaslom, hogy akkor kezdje el élesbe ezeket a feladatokat. Jó szórakozást hozzá!